a tagok Camilla, Roland, Dani és én Levi. A mi csapatunk címe elvezetünk és igényel gyógybetegreparált gyógykezelés. Én az életfeltételekről fogok most beszélni. Az ügy elengedhetetlen, mert a vezetünk vagy testünk legalább 70%-a víz. A megfelelő hőmérséklet, mert ha túl meleg van, akkor megsülünk, de ha túl hideg van, akkor jégét vagyunk. A levegőnk, mert benne van az oxigén. És végül a felék, mert abból nyerjük az energiát. A közös program az arc, az arcos, az orrüreg, a lőcső, a nyaki gyerői, és a jobb tüdő, bal tüdő, rekeszűző a máj. Én napirendemről fogom most beszélni. Reggel 7 órakor, miután felkelem, elmegyek, felöltözök, fogalmasan, anyával bejövök az iskolába, 8 órától tanulok 12-ig, utána elmegyünk ebédelni, utána olvasunk, miután olvasunk, kimegyünk vagy a Nagyudvarra, vagy a Málteri játszótérre, ott játszunk, miután visszajövünk, megcsináljuk a leckét, a 4 órások hazamennek, éppen itt maradnak 4:30, én, a Nika, meg a Martin, elmegyünk kosarazni, miután vége van, hazamegyek, otthon elmegyek meg szülnök, elvacsorázok, és lefekszem. Súlyosak, melyeket oltással megelőzhetünk. Ezért felvezetünk védetté válik a kórokozókkal szemben. A baktérium okozta fertőzésekre antibiotikumot szoktunk szedni, mert ezek a betegségek magas lázzal jelentkezhetnek. A vírusos fertőzéseknél szintén lázasak lehetünk. Az ápolásuk 37-35% között nem igényel látcsillapítást. 38-39% között gyógyszeres kezelés. 39-40% között hűtőfürdetést alkalmazni. Minden esetben orvoshoz kell fordulni. Hányásos, hasmenésen betegségeknél szigorú diétát kell tartani. Rendszeresen felültessünk, és sokat ügyünk. Sok pihenést kell alkalmazni. Köszönjük a figyelmeteket! Köszönjük!
miért viszonylag? Viszonylag. Rövid, tövetesen igen. Hová sokkal sárkett, stb. Milyen lakos.